Érkeznek a vendégek a Virilista estre. Mosonmagyaróváron minden évben köszöntik a város legnagyobb adófizetőit, az idei volt a 19. alkalom. Árvai István polgármester elmondta, 2015-ben az itt működő 4271 vállalkozás 3 milliárd 300 millió forint adóbevételt hozott a városnak. Ez több mint 800 millió forinttal több az 5 évvel ezelőttinél. Szerencsésen alakulnak a helyi gazdaság mutatószámai, ez azzal is együtt jár, hogy nőnek az adóbevételek. Ilyen szempontból ez a mikrorégió egy az országos átlagot meghaladóan fejlődő terület. Tehát évről évre egy néhány százmillió forinttal nőnek ezek az adóbevételek. Mondjuk 5 év távlatában azt tudom mondani, csak nem 1 milliárd forinttal több helyi adót fizetnek be változatlan adómértékek mellett a vállalkozások. Az SMR harmadszorra vehette át az elismerő oklevelet, és írhatta be nevét a város krónikájába. Terveik már 2017-re is megvannak. A cégcsoportunk ma Magyarországon folyamatosan fejleszt. Itt Mosonmagyaróváron is újabb termékeket fogunk bevezetni, illetve Kecskeméten építünk egy teljesen zöldmezős beruházással egy lökhárító gyártó üzemet, ahonnan a Mercedesnek fogunk lökhárítókat gyártani 2017 évtől. A nullától számára egyszerre motiváció és felelősség a város elismerése. Ez egy nagyon komoly motiváció számunkra, és a motiváció mellett felelősség is, hiszen felelősséggel tartozunk egyrészt a munkavállalóinkért, 580 család megélhetéséért, illetve az adónkon keresztül, amely igen jelentős bevételét képezi a városnak, nyilván a város fejlődésének, a város napi fönntartásának is részesei vagyunk, ezért nyilván az üzletmenetünkkel felelősséggel tartozunk ezért is. A 10 legnagyobb adózó mellett azokat a vállalkozásokat is köszöntötték, amelyek adónemenkénti lebontásban bizonyultak a legjobb befizetőnek. A legtöbb gépjárműadó a Waberelztől folyt be a költségvetésbe. Waberel György a főtulajdonos. Az ő koncepció mindig is az volt, hogy a megtermelt nyereséget mindig visszaforgatni a vállalatba. Az elmúlt 20 éve dolgozom a vállalatnál, gyakorlatilag a privatizáció óta, gazdasági vezető voltam éveken keresztül, folyamatosan a visszaforgatás volt és folyamatos fejlődés. Folyamatosan vásároljuk az új autókat, építjük a raktárakat, próbálunk fejlődni és a versenytársainkkal keményen versenyben lenni. Elismerő oklevelet kaptak azok is, akik a legtöbb társasági adóval járultak hozzá a sportcsarnok megépítéséhez, amelyet a tervek szerint még idén átadnak.